Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Magyar Művészet folyóirat januári számának bemutatóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pécsi Györgyi akadémikus asszonyt, a MMA kiadó ügyvezetőjét, és Rihli Gábor főtitkár urat, az Magyar Művészet szerkesztőbizottságának tagját és az itt megjelent akadémikus asszonyokat és urakat. Most már mondhatom, hogy rendszeresek a Magyar Művészet folyóirat labbemutatói, hiszen ez a második alkalom itt a Vigvarjú étterem külön termében a Pesti Vigadóban, és reményeink szerint nem csak itt lesz rendszeres már a Magyar Művészet folyóirat közönség találkozója, a labbemutatók és a szerzőkkel való a labbemutatót követő eszmecserék, mint már van tapasztalatunk, hiszen az előző alkalommal novemberben is nagyon jó beszélgetések követték már az eseményt, tehát nem pusztán ez a formális pódium beszélgetés volt fontos, hanem majd a határon túlra is, és itt belföldön is több helyszínre ellátogat a magyar művészet, egyetemi központokba, olyan szellemi műhelyekbe tervezünk majd a bemutatkozást és a látogatást, ahol olvasókat és szerzőket is tudunk még gyűjteni a holdudvarunkba és a szellemi körünkbe. Az előző alkalommal is elmondtam, ami szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen egy ilyen típusú művészet elméleti, de részben azért ismeretterjesztést is szolgáló folyóiratnak a szerzői bázisa az nagyon nehezen megteremthető a mai viszonyok között, hiszen az a kísérletező, de tudományos, filozófiai palérozottságot is igénylő írásmód, amely a kortárs kulturális jelenségek és a műalkotások elemzéséhez szükséges, az nem feltétlenül az az írásmód, különösen, hogyha a nálunk publikálandó hosszabb esszék, tanulmányok, kritikák, műfaji kritériumait tartjuk szem előtt, amelyik népszerű lenne napjainkban. Ugyanakkor, és ezt talán itt a Magyar Művészeti Akadémia székházában is fontos elmondani, hogy ahhoz, hogy a műalkotásokat, a művészi törekvéseket közelebb vigyük, akár a társművészet alkotóihoz, akár a pályatársokhoz, akár a közönséghez, nagyon nagy szükség van az olyan jellegű írásokra, amelyeket a Magyar Művészet folyóirat is publikál, és olyan szempontból feltétlenül egyedülálló módon a magyar folyóirat kínálatban, hogy valamennyi művészeti ág és az ehhez kapcsolódó társadalomtudományos disziplinákat is igyekszünk bekapcsolni a folyóirat életébe, és ilyen jellegű írásokat igyekszünk közölni, amelyek a művészeti törekvéseknek a megértését szolgálják mindig a műalkotásokból kiinduló módon. Szokott az, hogy egy-egy tematika köré csoportosulnak a magyar művészet írásai. A mostani szám, azért demonstrációs céllal felmutatom, alapvetően Mészöly Miklós életművével, recepció történetével, a magyar irodalom és művelődés történetben elfoglalt helyével foglalkoztunk, és foglalkoztunk volna, három fontos írás született meg, amelyek ezt a témát elemzik, és ennek megfelelően kértük föl a mai alkalom szereplőit is. Ugye akkor itt most bemutatom azokat, akik itt ülnek, itt foglalnak helyet az asztalnál. Ugye Győri Orsolya, irodalomtörténész, Gró Gáspár irodalomtörténész és Sturm László főszerkesztő helyettes szintén irodalomtörténész. Most ez a beszélgetés egy ilyen irodalmi hegemóniát tükröz, amely egyébként a lap szerkezetét és összetételét egyáltalán nem támasztja alá, hiszen én azért nagyjából statisztikai átlagot is vontam az elmúlt számokban, és azért elég kiegyenlített a különféle művészeti ágaknak a megjelenése a folyóirat hasábjain, és ebben a számban sincs másként, hiszen képzőművészeti elemzések, eszmetörténeti elemzések is helyet kapnak, és azt a szerkezeti újítást megint szeretném kiemelni,
amely ugye most már immáron a negyedik szám óta állandósult a magyar művészetben, hogy tanulmányok, esszék, kortárs alkotó művészeknek az esszéisztikus vallomásai és kritikák, de nem csak Magyarországon megjelent magyar nyelvű könyvek kritikái, hanem a külföldi Szemle rovatban mindig az aktuális művészetelméleti trendeket is igyekszünk bemutatni. Ennek a rovatnak most nincs itt a gazdája, Fülöp József személyében most már a harmadik komoly elemzés olvasható ebben a lapszámban. És most át is adom a szót Sturm Lászlónak is a beszélgetéshez, és még egyszer megerősítem, hogy utána még azért egy kötetlenebb eszmecserére szeretnénk, hogyha itt maradnának velünk. Én is tisztelettel köszöntöm a közönséget és szerzőinket, beszélgetőtársaimat. Tehát Mészöly Miklós a téma 100. születésnapjára emlékezve. Először Győri Orsolyát kérdezem, aki a két szerző közül inkább Mészöly újdonságára tette a hangsúlyt, Gróh Gáspár pedig a hagyományhoz való kötődésére. Tehát azt kérdezem először, mi az az újdonság Mészőiben, ami akkora hatást tett, hogy tényleg a 70-es, 80-as évek, 90-es évek egyik nagy mesterét tisztelték benne sokan. Én úgy látom a tanulmány alapján, hogy nagyon primitíven és egyszerűen foglaljam össze, hogy a tudatot, a tudat helyét valamennyire, talán nagyon is átvette nála a hely. Tehát egy szórt tudattal, egy helyhez kötődő tudattal van dolgunk, és ez érdekes egybeesés, vagy hát nem érdekes, mert azt hiszem, hát elég jellemző egybeesés, hiszen Gróh Gáspár is a hely szerepét emeli ki. Tehát mik az alaptételeid, mit fogalmaztál meg tulajdonképpen, hogy veszi át a tudat helyét a hely, hogy veheti át? Ha megengedik, ülve maradunk, mert az egy beszélgetéshez jobban ír. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm szépen a kérdést, és azt is, hogy elmondták, hogy hány percet beszéltek róla, mert ilyen kérdésekre... Majd menet közben is szólunk, ha esetleg nem úgy alakul, de egyelőre még bőven van. Rendben van. Én nem gondolom azt, hogy annyira külön válna az újszerűség meg a hagyomány. Abban a Mészöly szövegegyüttesben, amivel én foglalkozom, ez a Pannon próza, ami több kötetben látott napvilágot, mondjuk a Pannon töredéktől kezdve volt egyszer egy Közép-Európáig, körülbelül onnantól szokták ezeket a szövegeket datálni. Mészöly időnként átírja, máshogyan csoportosítja őket. Na most pont ezektől a kötetektől kezdődően figyelhető meg az, hogy Mészöly roppant erőteljesen támaszkodik a hagyományra szövegszerűen. Tehát amit a posztmodern irodalom kapcsán vizsgálni szoktak, hogy intertextualitás, meg szövegközöttiség, meg belső idézetek, az körülbelül a 75-ös évektől datálhatóan, az annótól jelen van. És ha megnézzük azt, hogy ő milyen szövegekhez nyúl vissza, ezek bírósági jegyzőkönyvek, 1600-as, 1700-as évekből, néprajzi hagyomány, jókai szövegei, rengeteg emlékiratíró, Akkor azt látjuk, hogy ezekben a szövegekben, amik valóban narratológiai roppant újszerűek, erről majd beszélni fogok, hogy valóban miért, sokkal erőteljesebben kapcsolódik a hagyományhoz, a hagyományt valamiféle ilyen szöveg közöttiségként és szövegben való megtestesülésként értve, mint mondjuk a korábbi szövegeiben a filmben, gondolom én. Na most ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az irodalomtörténetírás azt, amit posztmodernként tárgyal, meg szövegközöttiségként, azt Eszterházy Péterhez szokás kötni. Tehát nagyon friss szakirodalomban jelenik csak meg az, hogy tulajdonképpen ezt már Mészöly elkezdte a 70-es évek közepén. Viszont az tény és való, hogy narratológiailag azon túl, hogy ő is szövegbontásokból épít, amit mondjuk tényleg Eszterházyval szoktunk nevesíteni, más technikája is van.
Én nem azt állítom, vagy reményeim szerint nem csak azt állítottam, hogy a tér a domináns erő, hanem arról próbáltam ebben a szövegben is beszélni, értekezni, hogy azt lehet látni ezekben a késő írásokban, hogy ha megpróbáljuk bármiféle terminussal körüljárni azt, hogy hogyan jön létre a szöveg, mint az elbeszélésen keresztül, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy ilyen típusú elbeszélés. Tehát nem tudunk élni a korábbi terminusokkal, nem mondhatjuk azt, hogy én elbeszélés, nem mondhatjuk azt, hogy objektív elbeszélés, sőt, még a tudatregények elbeszélésére sem hasonlít az elbeszélő pozíciója, ahogyan nincs főszereplőse. Tehát ha olyan szövegekre gondolunk, mint mondjuk a lóregény, ahol a Garai téren a lovak várakoznak 50 éven keresztül, és közben történik sok minden, és körülbelül 200 év történésére utal a 4 oldalas novella, akkor azt kell mondanunk, hogy alapvetően ezekben a szövegekben főszereplők sincsenek. És akkor innen jönne az a kérdés, hogy ha egyenrangú egymással egy novellában egy állat, egy patkány, egy ló, egy ember, és nincsen domináns főszereplő, és ugyanakkor elbeszélő sincsen, aki valakinek az életeseményeit követné, mert például ebben a novellában a szekszárdi Garai tér van állandó pontként, semmi más, akkor miről beszélhetünk, mi tartja össze a szöveget? Tehát ha nincs elbeszélő, akkor az elbeszélőnek nagy valószínűséggel tudata sem jelenhet meg. Ha a szereplőket sem olyan áttételességgel ábrázolja a szöveg, akkor a szereplői tudat sem jelenhet meg. Tehát a tudat helyett viszont tudat nélkül létrejön valamiféle emlékezeti lehetőség, ami a helyekhez kapcsolódik, és a kollektív emlékezethez. Én nagyon egyszerűsíteni próbáltam ebben a szövegben, és tulajdonképpen arra próbáltam utalni, hogy a korábbi szakirodalomból azok a feltételezések, amik azt járják körül, hogy Mésző szövegei alapvetően parabolisztikusak, az a későbbi szövegekben is jelen van, csak olyan módon, hogy nem a parabola műfajához közelít, hanem a legenda műfajhoz. Ahhoz a legenda műfajhoz, ami nem csak irodalmi műfaj volt, hanem egy jogi, egy vallási procedúrának a része, és akkor ebből következően próbáltam csoportosítani a késői mészői szövegeknek azokat a részeit, ahol a metonémia mintájára időbeli, vagy térbeli, vagy oksági elemekkel játszik úgy egy mészői elbeszélés, hogy például erre a bizonyos legenda képződésre és nyomozásra utal a szöveg, de olyan módon utal, hogy az olvasó mégsem tud egy oksági viszonyt rekonstruálni a szöveg olvasása során. És időbelit sem tud, és akkor ennek kapcsán roppant érdekes volt az, hogy legendával foglalkozó kimutatások és kutatások azt is körüljárják, hogy a legenda alapvetően egy alineáris műfaj lenne, tehát képes felbontani a normális, megszokott, régi típusú elbeszélésben használt időbeliséget, mert nem az érdekli, hogy miután mi történik, hanem vannak néhány kiemelt epizódok egy-egy életből, és akkor azokat egymás mellé helyezi. És akkor ehhez próbáltam összefüggésbe hozni azt például a Mészőnél megfigyelhető tárgykultuszt, vagy ilyen relikviakultuszt, hogy egy-egy elbeszélésében mennyire fontos egy-egy tárgyszimbólum, és tulajdonképpen a köré épül az elbeszélés. Tehát nem az a fontos, hogy kivel mi történik, és honnan hova tart, hanem mondjuk az annóban az a fontos, hogy a főhősnek van egy fapapucsa. És ahol ő szenved, ott közben egy patkány valamit elrág, és az a patkány hogyan néz ki? És a patkány is, meg a fapapucs is magával hoz egy külön kulturális időt. Tehát úgy képes Mésző belesűríteni pár oldalba a több száz évet, hogy ez a pár száz év jelen van a szövegben, de nem tudjuk a jelenlétét, az emlékezetét sem az elbeszélőhöz kötni, sem a hősökhöz. A korábbi írásokban, a film előtt ez nagyon könnyen ment, tehát ahhoz képest ez egy komoly olvasói kihívás, amire az ember vagy érzékeny, vagy nem. Nagyon jellemző az, hogy a mészői kutatók egy része vagy a filmmel foglalkozik, vagy az előtte lévő dolgokkal, vagy az utána lévő dolgokkal. És amit mészőben szeretnek, az nagyon sokszor az, amit a másik meg pont kárhoztat benne. Tehát akkor két szakasza van alapvetően a pályának, azt mondod.
Mert hallottam olyat is, hogy műről műre valami újjal próbálkozik. Én ezt úgy képzelem el, szeretek képekben gondolkodni, valószínűleg ezért is választottam Mészői témának, hogy ez olyan, mint egy ilyen nyolcas vagy egy végtelen jel. És annak a középpontjában lenne benne a film. Tehát minden, ami előtte van, az a filmben kulminál, de minden, ami utána van, az a filmből következik is, de a filmből értelmezhető is. És a film az egy jó mű, vagy csak fontos mű? A film szerintem egy nagyon jó mű. 19 éves koromban, amikor a egyetemi felvételre még kellett olvasni, én személy szerint vértizzadtam vele. Előtte tetszettek más Mészői szövegek, de azt mondtam, hogy ez a film, ez valami. És eltelt közben sok év, és most újra olvastam, és a késői művek felől baromira tetszik a film. És rájöttem arra, hogy amire azt mondjuk, hogy volt egyszer egy Közép-Kelet-Európába kezdődött, az nem ott kezdődött, ott van a filmben, csak még nem olyan a kidolgozottsága. Mert én is régen olvastam a filmet, és az az emlékem róla, hogy egyszer egy jó elemző tanulmánnyal jó, de nem olvasnám újra, de ezek szerint akkor nem biztos. Érdemes. És azt hiszem, hogy ennyi idősen már nem önkínzás filmet olvasni. De hát különben tényleg azt gondoltam korábban, hogy Mészői olyan, amilyen, vannak hegycsúcsok, és van a film, amit nem ajánlanák 20 év alatt senkinek sem. De most azt mondom, hogy nagyon jó a film. És még arra figyeltem fel, amikor a hagyományokról beszéltél, valóban én csak kisarkítottam, hogy te inkább ezzel, ugye Gazs inkább azzal foglalkozik, hogy itt a legendához hasonlítod, mondtad emlékiratokból, bírósági jegyzőkönyvekből tanul. Ugye Gró Gáspár tanulmányában a bábszínházas munka hozadékát említi meg, de az az érdekes, hogy magyar írókat, de még külföldit sem nagyon emlegettek, talán egy-kettőt. Tehát, hogy Mészőinek ki az irodalmi hagyománya, kikhez kötődik ő, főleg a magyar irodalomban nem látok ilyen egyértelmű kapcsolódást. Most a magyar irodalomban kortársak előzmény? Nem, tehát, hogy ő most a Jókai Mikszát vonalat folytat, ez mondjuk, az ahhoz kötődik. Nagyon érdekes, hogy őt mi érdekli Jókaiban is. Tehát Jókaiban nem a regényeket szereti, hanem Jókaiban az a bizonyos két vastag kötet, a Jókai féle kiegyzések, amik majdnem olyanok, mint a Mészői kiegyzetelt műhelynaplók, semmi másból nem állnak, mint Jókainak az ötleteiből. Illetve ilyen innen-onnan ellesett félmondatokból, természetleírásokból, női lapokból, nem tudom én, cipészek bazárjából kiírt akármikből, és ugyanilyen módon válogat Mészői mást is. És ha megnézzük az ő kijegyzéseit, akkor azt látjuk, hogy az a típusú gazdagság, ami lebilincseli Jókaiban, vagy mondhatnánk Kozima Wagnert, Baskircsen Máriát, akinek szintén jegyzeteli az írásait, Erdélyi Jánost, azok ilyen apró dolgok, amik nagyon jók lehetnek egy novellában a háttértörténethez. Tehát lehet, hogy van benne egy költői kép, és azért írja ki. Lehet, hogy azt tetszik neki, mert mondjuk kiderül, hogy hogyan dagasztottak régen a pékek. Tehát rengeteg ilyen tárgyi relikvia is tudás van benne, és ugye Mészőnek volt egy ilyen elképzelése arról, hogy az lenne az igazi ilyen nagy archívum, hogyha mindenki megírná a saját élettörténetét, mikrotörténetét, és ezt valahogyan így lehetne összedolgozni. Igen, tehát továbbra is akkor az irodalom perifériáján vagy a szélein keresgél, tehát kimondott irodalmi hagyomány nekem nem jut eszembe, de akkor nem véletlen ez? Nem a nagy irodalmat, vagy nem a kanonizált irodalom érdekli. Tehát amikor a Csolnoki testvéreket emlegeti, akkor sem a novelisztikára gondol, hanem például a geológus Csolnokinak a Balaton és Erdély leírásaira. De hát tudjuk azt, hogy most ez nem nagy irodalom, Tinyanov mondta annak idején azt, hogy mindig a perifériáról támadnak az új irányzatok. Tehát az irodalomtudományban és a gondolkodásban nagyon sokszor a mellékes, a nem fontos válik később centrálissá. És ugye Mészőinek amúgy is van ez a sokat idézett önértelmezése, amit Gáspár is említett, hogy ő mindig úgy akar a pálya szélén lenni, hogy azért lássa is a pályát, meg a közösséget, a közös teret, de azért kívül is álljon rajta. Tehát ugye a periférián, de az a periféria is a széle valaminek, a nagy egésznek. És az a periféria, az bármikor lehet középpont. Tehát mondjuk Nádas Péter prózáját nagyon nehéz elképzelni Mészői nélkül. Igen, még az jutott eszembe, hogy előbb Eszterházit emlegetted, hogy Mészőinek van humora? Biztos.
Mert igen, ő olyan komoly... Ez egy fogós kérdés. Nekem, én erre se tudnék példát mondani, hát hogy Gáspár kisegít minket. Fanyar humora biztosan van a szójátékokban. Meg valószínűleg az is humor, amikor például egy szövegbe olyanokat csinál, hogy az ember keresi a fakófoszlányok nagy esőkévadjára, gondolok most rögtön, azt ismerem jobban, hogy az ember próbál rájönni arra, hogy hogyan jön össze mondjuk egy Panofsky szövegidézet, egy Newton szövegidézettel, és akkor itt órákat agyal rajta, és akkor a végén leesik, hogy az egyikben a kulcs szó az, hogy arány, a másikban az, hogy arany. És rengeteg ilyen típusú nyelvi játék van, ami így szövegépítkező erőként működik. És akkor még mindig egy kicsit mészői körül keringve, tehát ugye a hatások, a gyökerek már szóba került. Mivel mi ilyen összművészeti lap vagyunk, fölteszem a kérdést, hát ha tudsz rá válaszolni. Ugye mondtad, hogy esztétika szakon is írtad, hát ha ez segít, hogy van hasonló jelenség szerinted, vagy te tudsz hasonló jelenséget a képzőművészetekbe például, aki ennyire magába fog ennyi hatást, és ilyen nagy hatása van, és valahogy ez a szétesés, hát ugye ez ennek rossz felhangja van, de hogy ez a tudat hát átvitel most jellemzi. Tudathoz nincsen köze, de mondjuk az, amit szétesésként lehetne így külső nézőpontból címkézni, hát ha Cézanne képekre gondolunk. Tehát a Cézanne képek annak idején eléggé kiverték a biztosítékot. És rengeteg festő mondta, hogy Cézanne nélkül ő sem lenne. És ha megnézzük a Cézanne rajzait, ugyanúgy tudott rajzolni, mint Michelangelo. Tehát, hogy ez sokan azt hiszik Picasso-ról is, hogy nem tudott rajzolni, azért festette azt. Nem azért festette azt, tudott rajzolni. Ez valami olyan dolog, hogy az ember, ha művész, gondolom, olyat akar csinálni, amit még más nem csinált, vagy úgy akarja megcsinálni, hogy csinálja is, meg nem is. Tehát számomra például nagyon nagy kérdés az, hogy Mészöly miért nem volt annyira közlékeny a saját szövegei kapcsán, mint mondjuk Eszterházy vagy Nádas. Tehát miért nem mondta meg azt, hogy nézzétek már meg azt a szöveget, belépítettem ezt, meg azt, meg amazt, és jaj, de ügyes vagyok. Tehát, hogy nem beszélt arról, hogy hogyan építkezett, és amíg a Tomka Beáta nem adta ki a nagyon vastag műhelynaplókat, nem is gondoltuk azt, hogy vannak olyan szövegei, ahol tényleg majdnem 20 oldalas novella, és 3-4 bekezdésnyi a saját szöveg. Minden más vendégszöveg, és olyan szinten vannak összerakva, hogy alig lehet észrevenni. És még egy ilyen párhuzam hatás. Ugye Ottlik és Mészöly volt egy nagy példakép a 90-es évek sok írójának. Mi a közös bennük, vagy ők inkább kiegészítik egymást? Amit én közösnek tudnék mondani, az, hogy mind a kettőnél nagyon erőteljes a nyelvre való reflexió. És arról talán Gáspár tudna többet beszélni, mert ő beszélt a Wittgenstein hatásról a szövegében, hogy mind a kettő elég erőteljesen kimutatható a filozófiai háttér. És azt, hogy azért Wittgenstein és az ő nyelvi fordulata, az kézzelfogható mind a két szövegben. Tehát a Mészölynek van olyan novellája, ami tele van ilyen Wittgenstein szövegbetétekkel is. Az Ottlik az nagyon jó példa volt annak idején arra, hogy ott elkezdjék a irodalom történészeink néhánya azt mondani, hogy a hiába késő modernséghez rakják, már benne vannak a posztmodern nyelvkritikának az alapjai. Tehát mind a kettő valamilyen módon ilyen kánonképző és egy ilyen kánonba egy ilyen töréspont, amit lehet valaminek a csúcsaként és valaminek a kezdeteként értelmezni. Igen, és akkor még az ember gondolkozik azon is, hogy a 60-as, 70-es évek irodalmát, amikor ugye ismert lett, jelentős lett Mészöly, hogy kik maradnak meg, kik nem, hány név süllyed el, hogy Mészölyből mennyi marad szerinted? Szerintem sok fog maradni, amennyiben még az emberek olvasnak, meg amíg lesznek egyetemeken olyan próza szemináriumok, ahol a szövegeket elemezni fogják. Én azt látom, hogy az elmúlt 6-7 évben rengeteg Mészöllyel foglalkozó tanulmány és kötet jelenik meg, és a fiatalabb korosztályból. Tehát számomra is meglepő az, hogy az elmúlt 5 évben hány új kutató kezdett el Mészölyt vizsgálva fellépni az irodalom színterére. Tehát miközben a nagy többség úgy tűnik, hogy nem olvas Mészölyt,
meg a NAD-ból kikerül Mészöly. Ahhoz képest mindig van néhány 20-30 éves fiatal, aki újra és újra felfedezi Mészölyt, és folyamatosan más látunk Mészölyből, mert digitalizálnak óriási mennyiségben régi szövegeket, és a szövegfilológia most már nem úgy működik, hogy felmegyünk a Széchenyi könyvtárba, és akkor hú, ez olyan, mintha Newton lenne, leveszek egy Newtont, hanem ha szerencsém van és beírok 3-4 szót, akkor lehet, hogy rögtön kijön egy találat, és akkor azt mondom, hogy Uramisten, az elmúlt 10 évben ezt kutattam, de a Természettudományi Múzeum csak most töltötte fel PDF-be, és jaj, de jó, hogy megvan. És ezek ilyen apró örömök, tehát, hogy a filológia bővül, a Mészöly értelmezés bővül, és egyre bonyolultabban szép az a bizonyos Mészöly szöveg, amivel az ember vizsgálódik. És végül, mik a személyes kedvenceid, illetve van-e olyan, ami szerinted elhibázott műve? Én nagyon szeretem a Schuttingen ezredes tündöklését. Végre megtudtam, hogy essel ejtik? Esszel is szokták, én essel szoktam ejteni. Viszont a fakófoszlányok nagy esőkévadjától nem tudok szabadulni, tehát hogy akármilyen Mészöly szöveghez nyúlok hozzá, a fakófoszlányok nagy esőkévadjához mindig találok 2-3 szövegbetétet valahonnan. Tehát vannak ilyen visszatérő pontok az életemben. Az Annót is nagyon fontos szövegnek tartom, és az óriási élmény volt újraolvasni a gyerekeim születése után, mert előtte például nem jött át egy 20 éves olvasatként az, hogy itt egy szüléstörténet van leírva, és ez a 200 év, az egy 45 perces nyögdécselés közben idéződik fel a gödör körül. Tehát, hogy az ember így öregszik, és akkor mindig mást vesz észre azokban a szövegekben, és más lát meg, és azért ez nem sok írónál esik meg. Köszönöm. Egyelőre ennyi, de lehet, hogy majd egymástól is akartok kérdezni. Akkor most Gró Gáspárt kérdezem. Ugye téged úgy reklámoztalak, hogy te inkább a hagyományról beszélsz, méghozzá a kisvárosról, mondván, hogy Magyarország egy kisvárosi ország, de ebben a kisvárosban benne van tulajdonképpen minden. Egy pannon kultúra Mészöly esetében Szekszárd. A kisváros neked a kedvenc témát, Szilágy Istvánban is a kisvárost keresed, Zilach és egyebeknél. Itt Grendel Lajosra is hivatkozol, aki egyébként egy kis könyvet is írt, egy esszékötetet Mészölyről. A kisváros a temániád, vagy ez tényleg benne van mindegyikben? Nekem nincs kisvárosmániám, ezt rögtön le kell szögeznem, csak kisvárosi élményeim és tapasztalataim vannak, és hogy hallgattam az előző beszélgetést, tulajdonképpen sajnáltam, hogy nincs előttem egy papír, és nem írok fel kulcsszavakat, hogy mikre kellene reflektálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan alapproblémát sikerült érinteni, ami a Mészöly probléma kulcskérdése. De még előtte azért azt mondom, hogy én elsősorban olvasóként kívántam Mészölyhöz fordulni, és mint olvasói élményt tapasztaltam meg először a Mészöly életmű sugárzását. És amikor szóba került, hogy a múlt évre, hogy ez egy Mészöly emlékév is lehetne, és javasoltam itt a Művészeti Akadémián, hogy ezzel foglalkozzunk, akkor próbáltam elhátrálni a feladattól, hogy csinálja más, de ne én, mert egészen más elképzeléseim és terveim voltak a múlt évre, és tudtam, ahogy mondják, hogy nem lehet kicsit teherbe esni, hogy nem lehet kicsit Mészölyt olvasni. Tehát, hogy Mészöly számomra egy olyan örvény, ami beszív, és nem tudok tőle szabadulni. Tehát megírtam itt, amíg 2-3 hónappal ezelőtt ezt az írást, de azóta is dolgozik bennem a Mészöly mű. Tehát nem lehet tőle megszabadulni, és azt hiszem, hogy ezzel mindenki, aki foglalkozik vele, többé-kevésbé így jár. Na most, ha a múlt felől nézzük, remélem, hogy a kisváros kérdés sikerült elhárítanom. Igazából ugyanis nem ezt gondolom, tehát a kisváros is egyfajta szintézise
a nagyvárosnak és a vidéknek. Én egyébként tehát, egyetértek veled, csak provokatívan igyekeztem föltenni a kérdést. Rendben, tehát a kisvárosban az a mésző számára is valószínűleg, aki ilyen formán nem foglalkozott szerintem teoretikusan az, hogy kisváros, nem kisváros, de a kisvárosban találta meg a nagyvárosiasságnak és a természetélménynek a felező pontját. Tehát ott lehetett egyszerre körön belül és körön kívül. És számomra inkább azt mondanám, hogy csomó pontjai vannak a mészői életműnek, de sok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy pólussal meghatározható, de még az sem, hogy kettővel nagyon sok pólusa van, és nagyon sok olyan fókusza van, amiből ugyanolyan legitim módon kibontható az életmű értelmezése, értékelése, mint a másikból. Tehát ha így veszük, akkor lehet egy a kisváros társadalmának az élménye, a kisvárosi kultúrának az élménye. Egyébként az jellemző, hogy nagyvárosi élménye tulajdonképpen Mészőjnek nincs. Amikor budapesti jelenetet ír, hogy ezt azt hiszem ebbe az írásba is belefoglaltam, hogy akkor a kisváros a nagyvároson belül, tehát a városmajor és vidéke, az a egy-egy környék, ami megjelenik. De jellemző, hogyha már ott is szóba került, hogy ott is azért a Buda, az megint egy részváros, azt lehet mondani, hogy a metropoliszban, ahol amúgy el lehet veszni. De ez a természetélmény, az mindenütt jelen van. És a természet nem abban a formában, mint a mai zöld gondolkodásban, hanem hogy a természet az maga a kozmosz része. Ott lehet találkozni a mindenséggel. És ez Mészőjnek fontosabb minden egyébnél. Tehát ez is egy olyan fókusza. De ott van, hogy milyen hagyományokhoz kötődik. Esett szó Jókairól, Mikszátról, másokról, de ő erről ír is. Tehát, hogy Jókai az ő gyerekkori élményében egy olyan alapréteg, amiben benne van az a fajta, igenis állítom, hogy romantikus Mészőj, amiben a személyisége, a személyes bátorsága, a félelem nem ismerése benne van a tájhoz, a hazához kötődés, a magyar múlthoz kötődés. Hát ugye Jókai számtalan török időkbeli regény, ilyen regény, olyan regény, tehát hogy a múltat az avarkorig visszavezeti, vagy a római birodalomig, van olyan regénye is, tehát hogy megjelenik benne egy komplex az európai kultúra történelmi rétegeit, és a történelmi réteg az mindig egy kulturális réteget is jelent, annak az összességét próbálja Mészőj a maga műveiben tulajdonképpen szimultán módon megfogalmazni. És ez a fajta teljességre törés, azt hiszem, hogy esztétikai értelemben, vagy poétikai értelemben is kimutatható, vagy kivételesen fontos, mert hiszen Mészőjében az a leglenyűgözőbb, hogy egy olyan szintézis teremt, amiben a klasszikus modernitás, a magyar irodalmi tradíció és a posztmodernség együtt van jelen. Tehát, hogy egyfelől egy múltbéli mozgásoknak a betetőződése, és egy majdani mozgásoknak a kiindítója a Mészőj életmű. Szóval jellemző egyébként, ami a Mészőj házaspár és a Lengyel Balázsék kapcsolatában, ugye megjelent most erről a közelmúltban egy kötet, abban szerepel egy ilyen kitétel, én nem tudom, hogy melyikük rögzíti, talán nem Nagy Ágnes mondja, hogy vagy ráutalva mondja Mészőj valamelyik beszélgetésükre visszatekintve, hogy belőlem egy szürrealista Móricot szerettek volna faragni, vagy azt szeretnétek bennem látni. Na most ez egy, már maga a megfogalmazás is szürreális, de ha megnézzük a Mészőj életművet, hogy egy klasszikus realista ábrázolással indul.
Nem mondom, hogy a búrici tömörsége, mert egészen más, máshogy mozog a kezük. De tulajdonképpen az a látásmód, az ott van mind a kettejükben, van közös nevezőjük, vagy közös többszörösük, igen jelentős átfedés van. De hát ami a mészői világképben ott van, az legalább annyira krúdi is. És nem csak a kisvárosra, hanem a magyar történelemhez, a magyar vidékhez, és a modernitáshoz való viszonyukban is ott van. Nem szoktunk róla beszélni, és én még nem találkoztam, persze nyilván az én hibám is lehet, hogy a Szigeti Lászlóval készült beszélgetéskötetben elképesztően sarkított kritikát fogalmaz meg a kortárs nyugati irodalomról és a posztmodern törekvéseknek az öncélúvá válásáról. Tehát erre azt lehet mondani, hogy ez egy kifejezetten konzervatív esztétikai megközelítése az irodalomnak, vagy politikai megközelítése, miközben ő maga folyamatosan tulajdonképpen robbantja ezt a fajta klasszikus, realista látásmódot, de azt hiszem, hogy leginkább a klasszikus modernséghez köthető ez, de úgy gondolom, hogy fölösleges címkézni, mert ráadásul az életmű alakulása során nagyon sokféle mészői jelenik meg. Tehát az a bátorság, amit a magatartását illetően mondtam, az ilyen értelemben ezt az esztétikai, politikai kísérletező kedvet is messze menően jellemzi. Ha olvas az ember mészőit, talán azt tűnik fel a stílusában, legalábbis sok művében, hogy hihetetlenül aprólékos, tárgyilagos, a leírások halmozása az egyik szenvedélye talán. Miért ilyen fontos neki a mindennapok sok apró jelensége? Te írsz egy ilyet, hogy egy kicsit elvegyem a választ, hogy nehezebbé tegyem, hogy ugye minden dologban ott lát valami mögöttest, a végtelent, azt érzékelteti. Grendel is ilyesmit ír, hogy bizonyos motívumrend segítségével megemeli a köznapokat. Erről lenne szó, vagy még többről? Én azt gondolom, erre persze semmiféle bizonyítékunk nincs, csak közvetett. Valószínűleg ő maga nem is érzékelte, hogy milyen látásmódja van. De, ugye, ahogy Kocsis Zoltán mondta egyszer, hogy olyan természetes volt számára, hogy neki abszolút hallása van, hogy azt hitte, hogy ez minden embernek a természetes adottsága, és tulajdonképpen meg volt sértve mindazokra, akik ezzel nem rendelkeztek. Na most, Mészőinek volt szerintem egy olyan hihetetlen vizuális memóriája, érzékelő képessége, és ennek számtalan nyoma van a leírásaiban is, hogyha valamit egyszer megnézett, akkor az tulajdonképpen kimerevedett, és ott maradt a tekintetében. Tehát neki nem kellett különösebben fantáziálni, ha valamit le akart írni, majd, hogy nem azt gondolom, hogy becsukta a szemét, és megjelent előtte az, amit látott. De ez még önmagában a látvány kevés, mert ehhez meg kellett találni azokat az írói eszközöket is, amikkel ezt rögzíteni lehetett, vagy át lehetett tenni a vizualitást a verbális nyelvre. És ezért kellett neki az a rengeteg apróság, amivel pontosan tudta ezeket leírni, és ellenőrizni is akarta az emlékképeit, magát a látványt. És amiről nem nagyon szoktunk külön beszélni, de azt hiszem, hogy komoly kutatásokat lehetne ennek is szentelni, hogy Mészői egészen kivételesen művelt ember volt. Tehát hihetetlenül olvasott volt mindenféle irányba. Történelmi forrásokat, régi írók műveit gyűjtögette, és még egy, hogy nagyon szerette a szakmáját, a mesterségét. Én általában azokat az írókat szeretem, akik szeretnek írni. Tehát akik élvezik azt, amit csinálnak. Hát most ezt mondom, hogy a profi futballban is az ellenszenves, hogy ezek végzik a munkájukat, de nem élvezik a focit. Na most egy író, amelyik csak
a szakmai tökéletességet megszállottként keresi, de nem élvezi, amikor ír, abban mindig van valami keserves. Én legalábbis érezni szoktam, és hozzá tartozik persze, hogy egy író szakmai tudásához az is hozzá tartozik, hogy meg tudja teremteni azt az atmoszférát, amikor mindez már természetesnek látszik. Erre ugye az irodalom történetünkben a klasszikus példa Móricz és Füstmilán viszonya, mert Füstmilán egyszerűen kétségbe esve látta, hogy ha Móricz elővesz egy papírt, meg egy tollat, és ír valamit, az rögtön megelevenedik. Nem is tud nem élő figurákat teremteni. Füstmilánnak pedig 10 év kellett ahhoz, hogy ugyanezt a hatást elérje, és vért izzadt, amíg meg tudta teremteni. Na most Mészöly meg tudja teremteni az első pillanatban ezt a fajta életszerűséget, és ugyanakkor rengeteget dolgozik azon, hogy ennek legyen egy olyan szakmai tökéletessége, hogy ne ez a magától értetődő spontaneitás uralja. Tehát nagyon mívesen megdolgozza ezeket a szövegeket, amik az első pillanattól kezdve élnek, de így a megteremtett világ még sugárzóbbá válik. A film szerinted is kulcs szerepet kap az életműben? Én bevallom, hogy nem tartozik a kedvenc Mészöly műveim közé a film. Nagyon sok szép részlete van, de ott kifejezetten azt a kísérletező szándékot érzem, amikor nem sikerül elfedni azokat a poétikai erőfeszítéseket, amiket egy új ábrázolási mód megalkotására szán. Tehát van benne valami nagyon, nagyon valami megtervezettséget érzek benne, ami persze kitűnő alapanyagot szolgáltat az elemzésekhez és az új művészi törekvések igazolásához, és nekem amikor megjelent, és utána sorban azt kell mondanom, hogy ömlöttek a méltató írások, akkor kicsit úgy éreztem, hogy ez nem is annyira Mészöly remeklésének szól, mert hozzá kell tennem, hogy remek mű, tehát a Mészöly életművön belül mozgunk most. Tehát nem annak szól, hanem hogy egy alkalmas mű keletkezett ahhoz, ami az akkori paradigmaváltás teoretikusainak egy kiváló elemzési anyag legyen. És persze ez megint előhozza azt a modern tudományokkal kapcsolatos megközelítési módot, hogy egy elméletben nem az a fontos, hogy persze fontos, de nem döntő, nem az a fontos, hogy mennyire fedi a valóságot, hanem az, hogy milyen termékeny gondolkodást tud elindítani. Tehát, hogy mennyit mozdít egy új felfedezés a tudományokon. De ez valamiképpen érvényes az irodalomra és a művészetekre is általában. Kérdezted, hogy milyen képi, milyen festőket lehet megemlíteni Mészöly kapcsán, és majd, ha lett volna papírom, akkor firkáltam volna, hogy nekem tulajdonképpen a kisvárosi, vagy a milliók ábrázolásában azért nekem a nagybányaiak jutnak eszembe, és a természet ábrázolásában Mennyánszky. Nagyon sok pontján. De van, amikor ugye megint a tártól függ, mert nem beszélhetünk egy megrögzött és leszűkült mészőjképről, mert változik. Tehát van amikor egy Színyei Merse, most maradok a magyar glóbuszon, képi világa, színei jelennek meg, van amikor a másik kettő, és van nyilván még egy csomó mindenki más, akit meg lehetne említeni, de tulajdonképpen az alaprétege ez a fajta tulajdonképpen a 19.-20. század fordulóján, 20. század elején kibontakozott vizuális világ, mert ő ebben nőtt fel. Tehát, és a
ugye ezekben jelenik meg az a természetélmény, ami már nem egy naív természetélmény, nem részese a természetnek, hanem kívülről is tudja látni, de közben mégis teljesen azonosulva vele. Bocsánat, csak úgy látom, mintha Orsolya kérdezni vagy mondani akarna valami. Én még 3 perccel ezelőtt szerettem volna kapcsolódni. Itt a tárgyak szerepe kapcsán. Nem tudom, hogy ezen a helyen idézem-e, van szerintem egy nagyon szép mészői gondolat, ami több szövegében, eszében is visszatér. Valami olyasmit mond, hogy minden egyes tárgynak saját epikai aurája van, és úgy öntik magukból a jelentéseket, mint ahogyan a kályha a meleget. Tehát, hogy tényleg alkalmasak arra a tárgyak, egy szereplő tárgya, bárkinek a tárgya, hogy magával hozza valakinek a személyiségét, a történetét, a helytörténetét, és ő erre többféle módon épített, mert például a rengeteg fenomenológiai, filozófiai kiírása van, ami például a tárgynak vagy a dologiságnak a miben létével foglalkozik, tehát volt egyfajta ennek egy ilyen filozófiai háttértudománya, amire támaszkodhatott, és emellett pedig a francia Brodel-féle történetírásra is, amik ugye szintén elkezdték a tárgyakat kutatni. Tehát a mentalitás történetnek egy nagyon fontos része lett. Ezt szerettem volna még a tárgyasság kapcsán, még a kisvárosiak kapcsán, talán még azt, hogy Szekszárd annyiban is nagyon fontos számára, hogy amikor ő valakinek megidézi a szövegeit, beépíti a műveibe, akkor nagyon sokszor annak a szerzőnek köze van Szekszárdhoz. Tehát például a Garai testvérek, akik ott Szekszárd környékén éltek, megjelennek. Vörös Martinak a szövege, amit Mit tesz Isten pont akkor írt, amikor a közelben volt házi tanító. Percelmúl tábornak az emlékirataiból, aki szintén Szekszárd környékén élt. Tehát a kistérség ilyen módon is jelen van nála. Nem csak a helyi legendák, meg a tudatban, hanem hogy szövegszerűen kimutatható hatás. És tényleg nagyon nehéz elképzelnünk azt, hogy Mészöly mennyi mindent olvasott, mert a műhelynaplókban 10-20 oldalnyi címlisták vannak, amit ő elolvasott, és valahol kijegyzetelt vagy felhasznált. Van, aki azt mondja, hogy ő ezzel a jogász módját kívánta kompenzálni és eltitkolni, és hogy tudatosan élete végéig művelte magát a természettudományban is, meg a filozófiában is. Tehát olvasott Newtont, olvasott Einsteint, és ezt megpróbálta a korabeli filozófiával párhuzamba állítani. Úgy látom, a Gróg Gáspárnak megint több minden jutott az eszébe közben. Hát ha maradunk a régiónál, vagy a kistérségnél, és ennél a környéknél, hogy számomra döbbenetes tény az, hogy Szekszárdnak 2+1 kimagasló írója volt ebben a században, Babits, Mészöly, és ugye Baka Istvánt is hozzá lehet számolni, de ha tágabb környéket vesszük, ez volt Németh Lászlónak is a választott szülőföldje, és Ilyés Gyulának is. Tehát olyan óriások kötődnek ez a régióhoz, és valamilyen formán ebben ez a pannon látásmód, ez közös. Tehát az, amiben a szülőföldnek a mikrovilága, de hogy ez a szülőföld egyúttal a római birodalom limeszén is helyezkedvén el, beletartozott egy több mint 2000 éves antik világba is. És ezt ezek az emberek tudták és érezték. Tehát az, hogy mit jelent egy kisváros, az nem egy kisváros jelent, hanem magát Európát. Az európai kultúrát, az európai civilizációt. És ilyen értelemben maga Szekszárd az értelemszerűen egy viszonylag fiatal város, mert a török hódítás után kellett visszatelepülnie oda a városi életet megvalósítani tudó kereskedőknek, később ugye a közigazgatásnak, a honorációroknak, az értelmiségnek, hivatalnok rétegnek, és ez a korszak, amiben ők működtek, a családtörténetben tulajdonképpen, ezt azt hiszem írtam is, hogy 300 év még áttekinthető. Tehát nekik a történelmi hagyomány egyúttal a családi hagyomány is. És
ez, hogyha nem is kap tételes megfogalmazást a szövegben, de beleépül. És ehhez kell, ugye, mert azért a családi emlékezet az nagyon eseti momentumokat hoz. Ugye ott van a családáradásban, ami egyébként az egyik számomra a legfontosabb mészőszövegek közé tartozik, mert a legsűrítettebb és a legtermészetesebben épül bele az ő tudatosan kialakított világképe, és a génjeiből hozott, a zsigereibe épülő múlt is. Tehát engem ezzel varázsolt el, és közben a nyelvi sűrítettségnek egy olyan, majdhogy nem költői szintjére tud emelkedni, hogy majdnem minden mondatát lehet versként is elemezni. Na, én ezt nevezem, ez az a mészői örvény, ami az embert magába szívja, és amiből nem lehet kiszabadulni. Tehát itt még nincs, még az esély sincs meg, hogy a klasszikus dunai forgóknál, hogyha valaki lemegy a fenékig, akkor onnan el tud rugaszkodni, és ki tud mászni az egészből. Mészőnél még ez a remény sincs meg, ez nem engedi el az embert. Tehát tulajdonképpen csak olvasóként engem azt szakít el, hogyha valami más feladatot kapok, vagy másfelé kell mennem, de legszívesebben nem másznék ki belőle. Aztán van még egy rendkívül érdekes dolog, megint a szintetikus látásmód. Mondom, kicsit, hogy mondjam, ilyen jelzésszerűen bizonyos csomópontokra utalok, de Mésze is része volt annak a belvárosi körnek, ami a 60-as évek elején ott ült Csóri, Konrád, Gyurkó, és még sokan mások, Mésze is, és megint csak ebből az előbb említett könyvből tűnt nekem úgy, hogy a társaságon belül két szóvivő volt annak idején, Csóri és Mészöly. És van ez a híres levele Mészölynek, amiben megfogalmazza ezt, hogy egyszerre akarok a körön belül és kívül lenni. De ott fogalmazza meg először. És fölmerül a kérdés, hogy ezt vajon miért Veres Péternek írta. Tulajdonképpen borzasztó egyszerű a válasz. Veres Péternek egy Csóri Sándorról írt kritikája, ő írja meg a választ. Veres Péter ugyanis azt kéri számon ezeken a fiatalokon, Csórin is, hogy miért nincsenek azon a körön belül, ami ugye az ő gondolkodásában uralkodott, tehát a magyarsághoz kötődés, stb. A vidékhez való kötődés, ami a Veres Péteri világ volt. És ezt számon kéri Csórin, hogy miért lóg ki ebből. És erre válaszolja Mészöly azt, hogy ő a körön belül van, és akkor fel is sorolja, hogy mi mindenben kötődik a magyar vidékhez, a burgonya begyűjtéstől, a svábok kitelepítése, stb. Tehát az életének ezeket a szakaszait el is sorolja, meg azt, hogy járt falukutató táborba, gimnazista korában, tehát bizonyítja Veres Péternek, hogy a körön belül van, és utána hozzáteszi, de ő mindig kívül is volt rajta. Mert ezzel párhuzamosan milyen klasszikus filozófiai műveket olvasott, és hogy az rendben van, hogy az ember valamivel azonosul szellemileg, és át tudja élni, de nem jelenti azt, hogy bele is ragad. Tehát ez a fajta folyamatos szabadságharc, amit Mészöly még a saját szabadságával szemben is tudott folytatni. Ez is egy lenyűgöző eleme az ő életművének. Köszönjük, és azt hiszem ízelítőnek elég ennyi. Most pedig, nem tudom, Marci hívja meg önöket, jó? Ő mondja az végszót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, és most következik az, ami minden magyar művészet folyóirat bemutatónak a titkolt célja. Most már nem is olyan titkolt, hogy akkor beszélgessünk tovább az itt elhangzottakról, vagy bármi másról, és hogyha
aliszkai hangulatot nem is tudunk teremteni, de egy-egy pohár bor is ott van még az asztalokon. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a beszélgetést én is. Thank you.